Arosán gyógyvezető edző, első szak gratuláció, egy történelmet írtunk a mai estén, hiszen nem csak az első bajnoki pontokat, az első bajnoki győzelmünket is megszereztünk. 44 év után, a Szavári első után Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia ott lesz a kézilabda történelmi könyvekbe. Kemény csata volt az, Gyuri, volt, amikor 2-3 góllal, de volt is, hogy 4-gyel vezetünk, de mindig visszajött a Szent István ese. Nagyon szépen köszönjük az elismerő szavakat, igazából ezért dolgoztunk, hogy erre sor kerüljön. Hát a mérkőzés az, ahogy mondod, tehát nem tudtuk megnyerni. Én gondolom, ennek a csapatnak együtt meg kell tanulni a győzni. Akkor, amikor talán kicsit megléphettünk volna, és egyértelműbbé tehettük volna talán a mérkőzést, akkor nem sikerült. A Szent István pedig nagyon fantasztikus tartás volt, tehát tanúbizonyságot. Nagyon szimpatikus, jól felépített csapat, szépen küzdő csapat. Én gondolom, itt hazai pályán komolyan ellenfele lesz mindenkinek, illetve az a középrégió csapatainak. Én gratulálok a Szent Istvánnak is ez a játékhoz, és hát gratulálok az én lányaimnak, illetve a szurkolóknak gratulálok, ahogy elkísértek minket, nagyon jó hangulatot teremtettek, és köszönöm szépen, megint nagyon jól működött a kémia a szurkolókkal. Nem laktunk jól, éhesek vagyunk, csináljuk tovább a dolgunkat, de az biztos, hogy ez egy nagyon jó eső érzés, hogy győztünk. Jövő hétre készülünk, jövő héten csináljuk meg hazépán is ezt a fantasztikus hangulatot, és a Fehérvárt megpróbáljuk elkapni. Gyorsít mondja végére, hogy van Flóra? Jól van a lelke, mert győzött a csapat, a lelke biztosan van, az ujja az nincs jól, tehát az szintén 100%, hogy az törés. Az orvosi stábba bízunk, hogy minél hamarabb vissza tudjon térni, de ahogy láttuk is, a Gadányi Maja beállt és hozzátett. A Katarina Tomasevic sem védett rosszul attól, hogy lecseréltük, első mérkőzése volt, talán fizikálisan most ennyit bír, ezért cseréltük. Erről szól a mi csapatunk, aki kiesik, azt pótoljuk, külön-külön nem tudunk győzelmet aratni, csak együtt, és a jövőben is ebben bízunk.